Jó napot kívánok, Dési János vagyok, örülök, hogy ma is velünk tartanak. Török Dani kollégámmal megnéztük az Új Buda Újság január végi számát, hogy ebből ajánljunk önöknek néhány olvasnivalót. Folytatódik a tiltakozás a déli Kovasút sornál. Mint ismeretes, a kormány az egyszerűség kedvéért katonai beruházásnak minősítette ezt az építkezést, ami azt jelenti, hogy coki, senkinek semmi joga nem marad, azt csinálnak, amit akarnak. Megkezdődött már a fák kivágása és az építkezés, de hát ahogy a cikk címe is mondja, Új Buda és a lakók még nem adták fel, folyik a tiltakozás, azért az önkormányzat is próbál tenni, és azok a civil szervezetek, amelyek már hosszú ideje a szívükön viselik az építkezés sorsát, illetve a környezetvédelmét, azok is nagyon igyekeznek védeni. Az önkormányzat meg felszólítja a kormányt, ugye hát ennek a kimenetele kétséges, de hogy addig ne induljon el semmilyen munkagép és fakivágás, amíg jogerős bíróságítélet nem mondja ki, hogy ez a környezetvédelmi engedély, amit már többször elkaszáltak, az érvényes. Hiszen, és ráadásul ugye kellene kérni engedélyt a fakivágásra, és az önkormányzatnak a tulajdonosi hozzájárulása is kellene ahhoz, hogy itt meginduljon a munka. Ezt húzta keresztbe ez a katonai átminősítés, úgyhogy még próbálkoznak tovább, és élő lánccal készül a lakosság és az önkormányzat is, hogyha megindulnának a gépek, akkor megpróbálják megvédeni a fákat. Katonai beruházás. Idén 90 millió forintról dönthetnek az újbudaiak a közösségi költségvetés keretében. Szavazni is lehet az újságban, itt a szavazólap, az ötletbörze, és megmutatjuk azt is, hogy például tavaly mi minden készült ebből a közösségi költségvetésből. Igen, ez egy nagyon jó ötlet volt, hiszen azt mondta az önkormányzat, hogy elkülönít 60 millió forintot, most 24-ben már 90 millió forintot, és lehet ötletelni, hogy mit is szeretnének a lakók a saját környékükön megvalósítani, tehát abszolút az ő ötletük számít most, és látni is, hogy épültek is kutyafuttatóban agility eszközök, valahol padok, nagyon sok ilyen padokat kértek, meg felújításokat, ivókút, szóval rengeteg ötlet merült fel. És egyébként egy apró fontos hír, kezdődik a menza reformnak az új szakasza, ugye erről már többször beszéltünk, hogy megújult a menza a kerületben, A és B menü közül lehet választani, és február 1 és 15-e között adható le az a nyilatkozat, ami alapján, hogyha lemondják az ebédet, a jövő heti ebédet, akkor visszakapnak 500 forintot. Ebédenként. Igen. Két kitűnő íróval is készült interjú megjelent az újságban, az egyik Vámos Miklós, Tóth Kata interjúja. Vámos Miklós évtizedek óta népszerű magyar szerző, több tucatnyi könyve jelent meg, a tévés műsoraira, interjúra is sokan emlékeznek, meglehetősen borulátó, szomorú mindaz, amit mond a mai Magyarországról, de az interjú az érdekes. A másik pedig Jánosi Lajos, egy generációval későbbről, akinek Örök helye és mindenhol idő című regénye, mely jelentős részben egyébként itt a 11. kerületben játszódik, most jelent meg, és azt hiszem, hogy ez a 70-es, 80-as évek korosztályának, akkor fiatalok korosztályának az egyik ilyen első regénybéli megörökítése. Aztán olvashatnak egy interjút Erhardt Attila alpolgármesterrel az óvodafejlesztésekről. Ez egy olyan terület, amit így külön ritkán emelünk ki, de nagy jelentősége van, hiszen az iskolák állami átvétele után az óvodák és a bölcsödék maradtak az önkormányzat fenntartásában. Sok a nagyon régi, korszerűtlen épület, ezért energiahatékonysági beruházásokra, fejlesztésekre van szükség. Egyébként 8 óvoda, 24 telephelye van itt a kerületben, úgyhogy van mit dolgozni. Idén is folytatódik ez a munka, úgyhogy az energiahatékonyság az, ami az önkormányzat jelszava ebben az ügyben. És folytatjuk az elfogult ajánló sorozatunkat, ezúttal Várhegyi Ivának a bankrendszer elrablásáról szóló könyvét, amely nem egy közgazdasági mű, hanem szinte egy krimi izgalmával írja le azt, hogy mi történt a legfontosabb pénzügyi közvetítői rendszerben 2010 óta, és Székely Krisztának az M-Track című darabját, vagy rendezését ajánljuk önöknek, hogy ez Madách Imre ember tragédiájából készült alkotás, valamiképpen a 21. század hangulatának megteremtve. Új Buda Újság, köszönjük szépen!